kis családi vállalkozásként egy ilyen 6-8 fő mellett alakult a cég. Jelenleg már egy ilyen 36 fő környékén van a létszámunk. Ebből 6-an vagyunk gépészmérnökök, tervezőmérnökök. Termékeink intralogisztikai berendezések, ezek különböző szállítópályákat, továbbító rendszereket, emelő rakodógépeket jelentenek. Különböző pályamodulokat építünk, ezek jellemzően lehetnek láncos, hevederes, görgős továbbító szalagok, és ezeknek a felépítő elemei mind a cég saját fejlesztési profiljai, és ezeket a SolidAge-ben nagyon jól tudjuk kezelni. Sok partnerünknél használnak SolidAge-t, ezért itt a formátum cserék nem okoznak gondot. Hát a céget 2008 végén alapítottam, és én igazából 12 évig előtte a szüleimnél a cégbe dolgoztam családi vállalkozásba. Az utolsó projektem az lett volna, hogy a raktárt is automatizálom, és amikor önálló lettem, akkor elhatároztam, hogy létrehozok egy olyan automata raktárt, ami kis- és középvállalatoknak is megfizethető. Ez az automata raktárnak kiterjed, kezdve az állványrendszertől, kezdve egészen a rakodógépig, ugye, amik ezek a robotok és mozognak az automata raktárban. Teherfelvőkön keresztül egész a szállítópályán és biztonsági elkerítésig mindent mi tervezünk és gyártunk. Online lehet konfigurálni és megrendelni még akár a nagy, bonyolult rendszereket is, amiket mi kvázi sorozatgyártásba le tudunk gyártani, és így akár a többszörösére növelni. És az egész, azt mondom, egy ilyen 2-3 éves távlatban benne van a nem csak európai, de a világviszonylati piacnak az intralogisztikai, pontosabban ilyen szállítópályarendszerek kiszolgálása. Kis- és középvállalatok számára szeretnénk költséghatékony megoldású raktárrendszereket, illetve intralogisztikai berendezéseket szállítani, de amennyiben partnereink hasonló területen keresnek meg, mint a most látható autóipari munkánk, nagyon szívesen segítünk ezekben is.